Sziasztok! Látom, hogy páron vagyunk. Jaj, csak éppen nem vezet is. Tegnapi ráadásban nem maradt, javítsam ki. Most nem vezetünk. Na, így jó. Ezt a nevet adtam most. Hát de mit tudjak csinálni Lóránt? Hát bekerült rakjadok a táskába, amíg kijöttünk csak a természetbe addig. De most már nem. Csak amíg kijöttünk a természetbe, muszáj volt. Igen, el is vagyok. Szia, Krisztina. Szia, Nancy Bia. Nem megyünk egy vasat se levágni, gyerekek. Nem jövök ki autóval minden nap. Tegnap kivétel volt, de nem jövünk többet autóval, jó? Tehát annyi távolságra kell a gyaloglás, ez semmi szék. Kellene, sőt, kilométereket gyalogoljak, mert hiába ülök autóban, az nem jó. Ha nem mozgok, akkor meg beteg leszek. Szóval annyi távolságról nem veszik elő az autót többet, jó? Majd ha max megyünk a tóhoz, mikor álljon az ideje, akkor igen. Akkor előveszik az autót, de annyi gyaloglás kell. Sőt, mikor helyreáll a dolog, akkor is jó volna, ha gyalogjárnám és nem autóval. Mert csak javamra válna. Úgyhogy... Ezért mondom, hogy... Szia Tamás, Iszka, sziasztok! Szia Baló! Mi van Németországban, Baló? Mit csináltok ott? Na, ma nem lesz Tamás, tegnap volt, és ennyivel maradunk. Nem, benzin sincsen annyi az autóban, és nincs kedvem nekem lemenni tankolni, és ilyen helyzetekben menjek, és tankoljak, nem tudom, nem. Szia Balázska! Minden a helyén, igen. Jaj, jó nektek. Ott nincs tilalom Németországban? Éppen hallottuk, mondta tévvel Kolozsváron valami repülőt megállítottak. 2000 ember ki akart menni Németországba, hogy újra dolgozzanak, és megállították, vagy nem engedték el őket. Kolozsváron mondták, hogy ma valami történt Kolozsváron, aztán, hogy cirkusz lett-e, vagy mi lett belőle, nem tudom. Valami történt. Jaj, mit ettem, Balázska? Hát, ettem. Ettem kajácskát. És mit nem bírnak magukkal ezek a... Hogy hívják ezek a... Az ATV-s fiúk. ATV-vel állandóan ki vannak itt a természetben. Elég. Egyáltalán többen vannak ide kiülve. Na, jó teszik szerintem, mert közel van, s ide eljöhetnek, akkor miért ne tegyék még, nem? Nem így van? Jaj, képet láttál a reptéről, aha. Jó, értem. Fú, nálunk durva a helyzet, Nancyka. Egy nap alatt 26 halott. Apu mondja, én nem nézem a tévét. Apum ő szegény, hát nincs mit csináljon. Ő reggeltől estig nézi a tévét. Ezt nem bírna. Én nem bírna. Annyi gyógyszert beszélt, meghalnám, annyi gyógyszert kéne szedjek, és hogy ne tudjak méregtelenítani, meghalnám. Engem kivégezne ez a sok gyógyszer, amelyet apum szed. Gyulladást csökkentőket, vérnyomás, cukorgyógyszer. Nyugtatod háromszor egyet, én belebolondulnám annyi gyógyszertől. Én ha már beszedek
tablettát, vagy 2 napig szedek, neki már rögtön kell méregtálni, csak olajat rágjuk, meg ilyesmi. Nem szeretem, ha piszkos a szervezetén. Nem szeretném, én mindig kell méregtálni, csak abba vagyok. Egyedül a vitaminoknál nem probléma ez, de ha gyógyszert kell szedjek, akkor minél hamarabb ki akarok ürülni a méregtől, hogy ne érezzem a... Na, szép ez a naplement, látjátok? Egyre szebb ez a naplement. Milyen szép. És játsz a kutyussal ott van. Látjátok, a srác a kutyussal kijött. Hát szed, sajnos, Nuncsika, sajnos. Apum nem szokott olajat rágni. Ő nem rág olajat. Nincsen Balázska. Mezőt tele vannak, bici, isznak. Hát igen, azt csinálják sajnos, azért van ilyen, hogy hívják. Nálunk is, mondjuk az erdélyek még civilizáltabbak, de más helyeken nagyon nem tartják be a törvényeket. Ezért van annyi minden. És ezért is Románia nem nehezen tud megszabadulni ettől az egésztől, mert egyeseknek nincs törvény, és nem tartják be. Sajnos. Hát persze, hát a tegnap voltunk, Krisztina Matiszkát megjárottuk. Tegnap voltunk, igen, megjárottuk a Matiszkát. Igen, Évikám, a gyalog jöttem, nem akarok mindig autóval jönni. Állandóan gyalog jöttem egy kicsit, igen. Hát nem tudom, Tamás. Lehetséges, hogy kiviszi a vitaminokat is a szervezetből. Lehetséges, nem kizárt. Biztos, hogy kiviszi a vitaminokat is, szerintem. Nem tudom, lehet. Lehet, hogy a vitaminokat is kiviszi. Mert legtöbbször, mikor olajat rágok, Tamás, akkor olyan szédülten, olyan furán érzem magam. Nem mindig, de ha nagyon sokat rágom az olajat, akkor mondjuk az nem rossz jár, hanem azért vagyok rosszul, mert hirtelen méregtelenítődik a szervezetem. És amikor hirtelen méregtelenítődik a szervezet, akkor egy olyan folyamat áll be, hogy az ember nem nagyon érzi magát jól, de hogyha ezt az ember kibírná, ezt az állapotot is csinálná, még többet és még többet, akkor egyre jobban és jobban érezne magát az ember, csak ugye kitartás kell, meg minden nap nem rágok olajat. Ha minden nap rágnám az olajat, akkor más lenne a helyzet esetleg. Csak ki kéne bírjak legalább 10 napot, 2 hetet, ugye. Lehet, hogy a 3-4-5-6 alkalommal, pár alkalommal nem lennék jól, ugye, de hogyha kibírnám ezt a 2 hetet, vagy 3 hetet, ki tudja mennyi, akkor hát egyre jobban és jobban érezném magamat, csak azt, hogy nem minden nap rálok olajat, hanem így alkalmanként, szállt minden 3 nap után, 4 nap után. És olyankor kivisz mindent a szervezetbe, és akkor egy kicsit olyan furábban szoktam lenni, nem mindig, attól függ, úgy olajrágás után, de miután kezdek enni, meg nem tudom mi, akkor majd valamennyire tűrhetőbb lesz a helyzete. Sőt, az olajrágás az felfrissíti az embert, úgy életkedvet ad még, étvágyat még, szóval nem rossz. Hát milyen olaj? Beveszed a szádba az olajat, Balú, nem hallottál még olajrágásról? Beveszed az olajat a szádba,
Napraforgóolajt én azt szoktam használni, és öblögetsz vele 10 percig. Próbáld ki. És olcsó és hatásos szerintem. Én azt mondom, úgyhogy nagyon jó módszer. Nem szabad lenyelni, tehát 10 percig rágod az olajat, tehát öblögetsz vele, mintha öblögetni, amikor mosol fogad, ugye öblögetsz. És szádba tartod 10 percig, vagy 15, vagy amennyit akarsz, és akkor utána WC-be köpöd. És fogad mosol. Utána kagyarhatsz. És jobb lesz az étvágyod, közérzetét, minden jobb. Szóval fel leszel frissülve, mérgeket kiviszi a szervezetedből, ugye. Csak ugye azoknál a probléma, akik mondjuk gyógyszereket szednek, ilyen nyugtatókat, ugye kemény nyugtatókat, hogyha túl sokat rágják, egyszerűen mondjuk 20 percet, vagy nem tudom mennyit, akkor max kiviálti ezeket a gyógyszereket, csak akkor az ember nem lehet jól, vagy max nem fogja olyan jól érezni magát, mert kiment a sok gyógyszer a szervezetből. Ez történhet meg, ugye. Na azt mondom, hogy most nagyon rossz, még nem tudom, mi már jó, ez csak jó az olajrágás, csak amikor a méreganyagok kezdenek kimenni a szervezetből, akkor az ember úgy olyan kellemetlen, hogy mondjam, kicsit kellemetlen. Vagy ha valaki rengeteget dohányzott, és nem tudom, a dohányzásnál is gondolom van, annál is ilyen elvonási tünetek keletkezhetnek, ugye, hogy hirtelen kiment a gyógyszer, méreganyag. De az csak jó, ha kimegy, az nem baj, ha kimegy. Hát én azt értem, hogy a májunk azért van, de ez egy plusz szerintem szervezetünknek. Szervezetnek ez egy plusz, hogyha olajat rágunk. Ez csak jót tesz, nem rossz. Na jó. Menjünk sétálni akkor egy kicsit. Eresz ki magadból a gonoszt, hát igen. Ó, dehogy is Balázska, mit hagynál, de nem. Ha nem kell lenyeljed azt az olajat, a szádba veszed, csöblögetsz vele 10 percet, és WC-be köpöd. Hát milyen nagy dolog. Elképzeled, mintha vizet vettél volna be a szádba, az olaj, mi az olaj, az olajjal táplálkozunk, nem? Hát salátákra tesszük az olajat, tesszük meg nem, ételbe tesszünk, ha nem. Tehát mi a nagy szenzáció, hogy most olajat beveszel a szádba, ha mi? Hát az ehető, nem, az olaj. Hát nem azt mondtam, hogy autóolajat vegyetek a szátokba, nem azt mondtam, hogy autóolajat, vagy mit tudom, milyen kanőcsöt tejetek, ami autókhoz való, vagy mit tudom, hanem étolajat. Étolajról van szó, gyerekek, étolaj. Az motorolaj. De hogy? Rágott a Balázska. Na jó, magyarázom akkor el. Egy evőkanál olajat, étolajat bevesztek a szátokba, és ott tartjátok a szátokba, és öblögettek vele. Tehát rágjátok a szátokba szabályszerűen. Nem szabad lenyelni egy csöppet se. Rágjátok a szátokba 10 percig, és akkor WC-be köpítek utána. Egy olyan fehéres anyag lesz bele, mint olyan, mintha hab lenne, olyan fehéres lesz belőle. És ezt szépen rágjátok 10 percig, és WC-be köpítek, ennyi, hogy jobban mondjam el, értsétek meg. Tehát egy evőkanál étolajat bevesztek a szátokba, és ott tartjátok 10 percig, rágjátok, ennyi.
Nagyon kicsit sétálunk, jó? Beteszem ide.
Inkább a motorosokat kellett volna nézzétek, ugye, ha szerettétek volna, csak nem filmezhetek semmit se, csak úgy. De lehet, hogy inkább néztetek volna a motorosokat, nem? Ahogy elszaguldoznak a domtatű. Na majd kérünk engedélyt tőlük, s hogy látjátok esetleg. Jaj, nem tudott, igen. Nem. Szia, Foxy. Sziasztok. Na, hát itt, ez a rét tele van, gyerekek. Különben itt nem nagyon vannak. Itt most errefele nyugisalgon nincsenek itt emberek. Remélem kapunk egy olyan helyet, mert egyszerűen csak mindenki felébredt, hogy jön ide ki. Annyira azért nincsenek olyan sokan, többen is lehetnének, ami azt illeti. Csak az a helyzet, hogy balútól se jön mindenki ide, mert akik a túlsó felében laknak a városnak, ugye azok még nem jönnek ide, ki. Azok, de akik itt közel laknak, ahol én lakom, azok igen, azok biztos, hogy azok szoktak kijönni, azok a fiatalok, mert távolabbról nem jönnek ide ki a rétre. Aki a tó környékén lakik, az meg kimegy a tóhoz. Hát azok a házak, amelyek a tónál vannak, azok például kimennek a tóhoz. De én például a tóhoz nem mehetek, mert nekem is a tó messze van. Viszont ez a hely, ez közelebb van. De nem is bánom, mert ez jó hely, nem? Jó sétáló hely. Ha tudtuk volna ezt a helyet, még jöttünk volna. Máskor is ide mindig a tóhoz mentünk. Hát nem. Meg most már kicsi benzint is porolok. Nem minek, hogy mindig, hogy hívják volna. Fogyasztani állandóan a benzint, nem? Nincs értelme. Hát igen, félek kimenni, persze, nagyon büntetés, így van, így van. Megmutak, hogy közel szabad csak a házadhoz, közel szabad kijönni, nem szabad távolabb menni. Úgyhogy... Csak mondjuk én ezt a helyet azért nem szerettem, mert itt vannak a mobiltornyok nagyon közel. És azért nem szerettem ezt a helyet itt, amiatt. Hát jó, de ki kell menjek a főútra, Balú. Hát itt főútra ki kell menjek, érted? Ha megfognak a főúton... Né, egy kicsi macska, szia! Jó. Né, hogy simul hozzám? Te, mi van, kicsi drága, te, aranyuska? Hogy simul hozzám, né? Mit adjak neked? Nincs, amit adjak. Te! Szegényke, né, hogy érez engemet. Ó, vár anyuska vagy te. Mit adjak te? Mit adjak, piszú? Nézzek, hogy köröz engemet. Mit adjak, no? Mit adjak, kicsika? Mit adjak? Mit adjak? Kicsi aranyosa. Nincs, amit nem hoztam kaját magammal. Semmit se hoztam, cicus. Semmit se. Nem hoztam semmit, aranyos. Milyen szép. Kicsike. Ó, te drága aranyosa. Na nézzétek meg, elszédültem, gyerekek. Ó, mit csinálsz? Mit csinálsz? Na. Hát nézzétek meg, ez most utánam fog jönni, ez a macska. Jön utánam, most nem tudok megszabadulni tőle. Mit csinálják? Mit csinálják, te macska? Nézzétek.
szédültem, gyerekek, el vagyok szédülve, no. El vagyok szédülve, tényleg. Nehogy mit csinál. Érzi a bioenergiát, fogadjuk a tózért, nem? Biztos, hogy azt érzi a tózért. Bioenergia most azt érzi. Na, mi lesz itt? Mi lesz itt? No, hát én elszédültem, gyerekek, elszédültem, esküszöm. Ez a cicus most nem akar. De mit adjak én neked, cicus? Nincs, amit nincs ételem, nincsen kajám, drága barátom. Nem hoztam magammal semmit. Menjél vissza szépen onnan, ahonnan kijöttél, jó? Hát innen jött ki ez a macska. Júj a bolhát, Erika! Na, oké, nekem mi? Ó, cicus, na, gyere oda szépen vissza, onnan kijöttél. Honnan jött ki az a cicus? Innen jött ki, ugye? Nincs mit csinálk velem, most nem tudom hazavinni. Innen jött ki valahonnan, nem? Innen jött ki, ne menjél szépen ide vissza, ne? Cicus, menjél oda, Bené, innen jöttél ki, menj, menjél vissza, jó-e? Honnan jöttél ki te? Nem kapja szegényke. Vajon, hogyha berakom oda a házhoz, felem már nem sok, jön be oda, vajon? Nehogy a kutya megegye. Vajon ez a macska honnan jött ki? Mert hogyha innen a háztól jött ki, akkor szerintem vissza kéne tegyük szegénykét, mert átállt évet. Innen jött ki, nem? Innen jött ki a macska. De nem, Balázska, mi vagyunk az anyukája, nem, na, én nem tudom hazavinni, anyu még nem engedik, na, nem tudom, nincs ahol tartsom. Szerintem rakjam vissza ide, ide a házhoz, tegyen vissza. Mit szólsz? Tegyen vissza ide a házhoz? Már innen jött ki, gyerekek, innen. És ha innen jött ki, akkor oda vissza kell tegyük. Már lehet, hogy ez valaki, ez a macska. Szerintem. Júj! Koronavírus, ne hülyéskedj egyik. Tényleg mondtak valami ilyen, tényleg, hogy a terjeszti a vírust a macskák, és a tigrisek, hogy kinél találtak. Még megsimogottam, meg minden, Uramisten. Na mindegy, jó Isten megvéd. Most mit mondjak? Egyszer csak nem lesz probléma. Ó, kicsi macska, na, nincs, amit csináljuk veled, na, légy szíves. Menj oda vissza, onnan kijöttél, na. Már valahonnan kijöttél, macska. Hát visszatalál, persze, nincs, mit csináljuk, na. Visszatalál, de honnan jött ki? Már hogyha tudnám, én visszatenném oda, már felemelém, és visszateszem oda be a házhoz. Csak attól tartok, nehogy a kutya rászökjön, vagy valami legyen, de valahonnan innen jött ki a macska. Hát persze, hogy visszatalál. Ez valaki, ez a szép macska, nem hiszem, hogy ez kóbor macska lenne, ez valaki, és sajnos is kijött. És én nem akarom elvinni másnak a macskáját, hát hogy néz ki az gyerekek? Hogy én mi viszem el másnak a macskáját? Hát nem. Ez valaki, ez a szép macska, szerintem.
Né. Na gyere, játszódjunk, jó? Veszélybek vagyunk. Bárhogy, veszélybek vagyunk, ugye? Veszélybek vagyunk, aranyos. Ne, nézzél ide fel, ne. Nézzél fel, hogy lassan akkor nézzük, jó, ne? Nézz a kamerába, cicuska, milyen szépecska vagy. Hát én nem tudom hazavinni Biát, bár hogy akarnám, nem tudom hazavinni. Itt van a kutyusné. Szegény kutyus itt van. Lehet, hogy fél a kutyustól a cicus. Itt van a kutya, ne? Kutya is ide jött. Pont azért nem nagyon raknám a kutyust. Illetve a kutyusba, bár már megeszi a kutyus, de nem is tenném be. Biztos félne, nehogy megvan ijedve, nehogy nézi. Lehet, hogy fél a kutyustól szegényke, ne? Hogy nézi a kutyus, ne? Jó? Na, visszatalált, ne? Visszament. Ne, hogy megijedt szegényke. Úgy, menj, ne, hogy fél, hogy elbújt szegényke, ne. Ó, ne fél, kicsike. Miért félsz? Fél a kutyustól. Fél a kutyától, hogy megijedt, láttátok? Elszaladt. Fél. Fél a kutyustól, szegényke. Félsz, igaz-e? Igaz-e, kicsika, félsz? Jaj, vakarózott, hát lehet. Nem baj, le kell mindent szépen le kell poroljak, mikor hazaérek. Na jó, kutyus, illetve cicus, valahogy találjál vissza, jó, én mentem. Valahogy találjál vissza, jó? Szépen. Ó, szia! Szia, kicsike! Szia! Szia, bogaram! Hogy játszadozik. Fél a kutyától. Láttátok, hogy nem mer tovább menni. Ha ide megyek a kutyához lefele, akkor ő még nem nagyon mer jönni. Fél. Fél szegényke, igen. Látjátok, de nem már tovább. A kutyától fél szerintem. Nagyon megvan a kutyától ijedve. Látjátok. Nem már erre felejönni, abszolút. Na hát összeveszett a kutyával. Nem akar visszamenni.
De nem a kutya ahhoz, Krisztina, én nem oda akartam, itt van egy kerítés. Nem a kutya ahhoz dobtam volna be, hanem ide dobtam volna be, ide, né, itt. A kutya ott lenne van. Ide gondoltam, hogy bedobom, mert itt van egy elválasztó kerítés, látjátok? Itt van egy elválasztó kerítés, né? Látjátok ezt, né? Tehát itt van egy elválasztó kerítés, és ide gondoltam, csak ugye ezek a tüskék nem is lehet bedobni sem, mert tüskék vannak itt. De valószínű, hogy innen jöhetett ki szerintem. Itt van ez a ház, né? Kár, hogy nem jön ki senki, hogy megkérdezzem, hogy a macska honnan származik. Innen a háztól, né? Innen a háztól jött ki szerintem. Itt van egy kerítés, egy elválasztó kerítés, szóval a kutya nem tudott átmenni. Szia kutyus, szia. Né, azt mondtad szelíd ez a kutya Tamás. Szelídek vagyunk, ugye? Szia kicsika. Most már nem ugat, érzi a szeretetet bennem a kutya, látjátok? Ilyen másabb lett. Most nem ugatott meg. Tamás, nem ugatott meg a kutyuli. Na, a macska eltűnt. Ha hova mentél el? Eltűnt a macska. Na, elveszítettük. Amire visszafordulok, sehol nincs. Visszament, úgy lát. Visszament szerintem a kutya, vagyis a macska. Eltűnt a macska. Vagy ha nem elbújt, mint hogy látnám, hogy el lenne bújva. Hamar futamodjuk meg, jó jel. Ott van, ne, ott van. Hamar. Jó, nem jött ki. Na jó, hát remélem. Reméljük, hogy visszament. Visszament a helyre. Ha lenne kertes háza, biztos, hogy beszerezni magamnak egy ilyen macekot. Ha lenne kertes házam, és kutyát is. De nincs kertes házam. Lenne egy szép kutyánk, vinném sétáltatni, játszódnánk vele, csak nincs kertes ház, nincs ahol tartani. Nem félelem, azért futtam el, hogy ne fusson utánam. Bier, azért futtam el, macskától. Azért ne fusson utánam, mert ha utánam jön, akkor hazáig én is. Nem akarom, hogy valamilyen baj essen, érted, de gondolom visszamegy, ahonnan kijött, onnan visszamegy. Feltételezem, a macska azt tud szökni, felmászik a kerítésen, és ott van, ahol kell legyen, nem? A macska nem olyan, hogy nem tud kerítésen mászni. Ha nagyon akar, akkor felmászik bárhova. Nem? A macska. Na jó, hát már ez is azért is megírta, hogy kijöjjünk. Hogy egy találkoztam egy aranyos kis állattal, nem? Nem így van? Szerintem is. Na jó, gyerekek.
Menjünk haza lassan, jója. Hát készül. Menjünk haza lassocska. Hú, most összefogdostam azt a macskát. Fertőtlenítő nincs is nálam. Na mindegy. Összenyolta a cipőmet. Ah, hiszen nem beteg macska, reméljük, hogy nem beteg. Attól tartottam, hogy nehogy lepisíjen, de nem pisült le. Viszont össze-vissza nyolta a cipőmet. Meg kezem már megfogtam, hát jó, most megfogtam. Nem világvigá, hiszen csak nem betegedek le. Igazi, csak nem. Reméljük. Jaj, nem, hogy nyúlnám a szájomba, nem nyúlok a zoló, most a sehova nem nyúlok, nem, majd haza megmosom a kezemet, csak annyi, hogy be kell menjek a bódba. És akkor azt kell csinálni, hogy egyszer fel kell menjek, feltétlenítsem a kezemet, és akkor utána lesz bód. Utána megyek be a bódba, mert nem nagyon merik így. Ezért nem szeretek, illetve imádom az állatokat, simogatni is minden, de úgy, hogyha van mellettem szappan is víz, és utána meg tudom mosni. Ha megsimogattam, annyi szó, meg le tudom mosni a kezemet, vagy le tudom fertőtleníteni, akkor igen, de így kockázatos simogatni állatokat, mert nem tudod, hogy hol járkált, ugye, mindenhova, mindent összejárnak ezek az állatok, ugye, vírust is hordozhatnak ilyenkor, tényleg nem volt jó, hogy mondjam, jó dolog, jó ötlet ez, mert megmondták, hogy nem szabad ölelkezni, simogatni, meg ilyeneket, ugye. Emberekről volt szó, aztán, hogy állatok hordozzák, ezt nem tudom. Hogy hordozzák-e az állatok a koronavírust, hát reméljük nem. Habár nem tüsszögött rá, meg ilyesmi, habár rátettem a kezemet az elég. Na mindegy. Nem lehet? Hát mi végül is azt mondták, hogy igen. Cicától, hát a tigrisnek volt koronavírus, azt tudjátok? Volt egy tigris, és pozitív volt a tesztje tigrisnek. Akkor gondolom, hogy ezek a cicafélék, vagy a tigris is cicaféle, ha úgy veszük, nem? Gondolom, hogy akkor ezek hordozzák, vagy hordozhatják.
Ó, jó, menjünk haza, jó? Jaj, ma pucolta meg a telefonomat, ismét kell feltűtlenítsa. Porolnak minket, gyerekek. Én lehúzottam a porban.
gyerekek, ennyi lett volna. Köszönöm mindenkinek. Lezárom a live-ot. Ennyi volt a live-ocska. Köszönöm mindenkinek. Remélem tetszett. Hát Évika lehet, hogy nem megyek a bútba szerintem, nem megyek, mert fel kell menjek, és kezet kell mussok, és nem megyek így a bútba. Kell feltűnt tanítsam a kezemét, az arcomat, a kezemét, a táskának a fogóját, mert azt szoktam fogni gyakrabban. Úgyhogy telefont is le kell egy kis gyógyszerszel mussom, ha bár ma feltűnt tanítettem, de megfogtam a macskát. És muszáj megtegyem ezt. Nagyon köszönöm, hogy megnyugtattál, köszönöm Biát, köszönöm szépen. Köszönöm Zolika, köszönöm szépen. Isten áldjon Zolika. Hát akartam volna venni egy zsilett betétet, tudod? De biztos, hogy külön nem kapok. Szoktam venni Mag 3-at, azt használok zsilettet. De ha dobozzal adják, még nem veszem meg. Mert ugye külön szoktam venni, de biztos, hogy külön lehet, hogy nem kapok külön, biztos. Egy megfelelő boltba szoktam venni, de az most zárva van. És élelmiszerboltban sajnos, hogy ott lehet, hogy dobozra árulják. Ezt akartam megnézni, persze. De elér, mert szombaton borot válkozom, szóval elér. Sárgyi csokit is akartam venni, de abból még van két szeletem otthon, úgyhogy az hónapig elég lesz. Úgyhogy hónap megyek, ma nem megyek boltba. Hónap csak. Jaj, tényleg, hónap nagypéntek, gyerekek, kell bőtölni, ugye? Bár már azelőtt kellett volna bőtölni. Úgy azt szokták mondani, hogy könnyű ételt kell enni, nagypénteken nem nagyon szabad ugye semmi a zsíros ételeket enni. Hát puliszkát szoktunk mi enni, ebédre, puliszka és kefirre. Azt szoktuk enni, ez diétás. Úgy mondják, hogy nem szabad, nem jó enni. Belakmározni nagy pénteken, bőjt nap. Na. Ha már nem bőtölünk 40 napig, ahogy szokás, vagy hogy szokták mondani, akkor legalább tartsuk tiszteletbe ezt a nagy pénteket, nem? Őrvendek Évikám, még viszlek én sok szép tájakra majd. Ne busuljatok. Na jó volt ez a macskás láj. Ez direkt éreztem, illetve a jó Isten rendelte ki a macskát azért, hogy ne legyek egyedül, igazi.
Szerintem is. Miért még nem ettél puliszkát egyszer se? Jaj, hát mitől maradt? Nem tudod, hogy mitől maradtál rá, Krisztina. Fú, anyum olyan finom puliszkát csinál, anyum. Na azt aztán, ha te megennéd. Fú, kukoricadarra lehet kopni. Tehát vegyél kukoricadarát, lehet kopni a boltba. És vízzel kell. Még én se csináltam, anyum tudja, hogy kell a puliszkát csinálni, de hát nem nagy dolog. Gondolom, hogy vízbe kell tenni, van recept elég interneten, vízbe kell tenni, és kavárgatni kell. És amikor olyan lesz, mint egy paszta, ugye, akkor kész is van. Teszel egy kicsi sót bele, és ennyi. Só jár bele, és ennyi. Nem, hát viszont nem sózod meg persze egy picit, és akkor olyan melegen kirakod a tányérba, meg táján, meg kefirrel, hú, be finom, meg túrót, spuliszka is finom, ugye megolvasztani a sajtot, ugye finom, vagy a túrót inkább. Te ettél-e bia? Nagyon finom a puliszka. Én imádom, én finom kaja. Sokat igaz nem tart a gyomorba, de finom kaja. Én szeretem, egészséges és finom, és jó a gyomornak, nagyon jó. Hát figyelj, Iszkra, kukorica dara. Puliszka az az, kukorica dara. Lehet kapni a boltba kukorica dara, úgy mondják neki. Be van csomagolva, lehet kapni kukorica dara, úgy mondják neki. Megveszed, s vízzel kikavarod, s kész. Persze a forró víz, nem hideg vízzel, hanem oda rakjátok főni a vizet, csak akkor gondolom bele kell tenni. Puliszkát, csak akkor kavargatjátok, kell kavargatni. És kész. És akkor utána még megeszed kefirrel, nagyon finom. Hát igen, kukoricalisztből. Hát nem az a kukorica dara? Kukoricaliszt, nem? Hát a puliszkát azt úgy szoktuk enni, hogy leves helyett. Ugye leves helyett megesszük, és akkor utána másodikot is lehet enni. Habár én úgy szoktam megeszem a puliszkát kefirrel, vagy savanyú tájjal, ugye? És akkor, vagy szánával, ugye? Azzal is finom. És akkor utána meg később még megszek valamit már sokat. A gyomorba sokat nem tart. Bár én pufulecet, én úgy szoktam, hogy a puliszkát, puliszka mellé teszek egy kis kefirkét, és megeszem kefirrel a puliszkát, és ha a kefir még marad a tányérban, akkor azt pufulecet eszem meg. Úgy szoktam, a pufulecet beleteszem, és akkor befejezem pufulecet, igen, érdekes. Úgy is. Jó, Erika, majd álljon annak is az ideje, majd. És még a tájbegriznek is, mert tájbegrizet is majd rég nem csináltunk. Majd fogunk aztán, csak nem tudom, meglátjuk mikor. Jó? Szia, Zala! Azt nem, Csillan Málit, azt nem ismerjük.
Nektek is áldott húsvét ünnepeket még mostantól kívánok, így van. Na jó, ennyi lett volna. Köszönöm szépen mindenkinek, köszi, hogy velem tartottatok. És jövök akkor nektek egy igen hirdetéses videóval picit később, kb. Egy óra múlva gondolom. Feltöltöm, és akkor talán még egy live-val, nem tudom, nem ígérek semmit. Nem ígérek semmit. Hogy még egy live esetleg lehetne, stúdió live, nem tudom, az nem biztos. Jó? No? Jó, rendben, köszönöm. Megírta már csak a cicus miatt megírta. Az elnevezik, hogy aranyos cicus. Jó, ezt a lájót. Kész, tényleg. Igen, ó Istenem, sajnálni. Igen, sajnálni. Nagyon sajnálni. Na jó, tényleg még akkor sziasztok, hagylak. Hello, minden jót.